A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Bárhova fúj a szél, súgja valahol, gondolnak rád, vigyázz, vigyázz, a bajban lesz-e társ. Számíts rá! Óvni egymás gyermekét, óvni egymás szerelmét. Egy intés a lelkünkből, egy mosoly a szívünkből. Az útról valaki vár, hazavár. Fények, fények vonzanak, fúj a szél, súgja. Egy pillanat örökké tart, egy anyát kivigasztal, a bajban lesz-e társ, számíts rám. Óvni egymás gyermekét, egymás szerelmét. Egy intés a lelkünkből, egy mosoly a szívünkből. Az útról valaki vár, hazavár. Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Biztonság kedvéért című műsorunkat látják itt a Hatos csatornán. Mai műsorban vendégem dr. Komáromi István, rendőr, dandártábornok, előadó művész, dalszerző, zeneszerző, énekes. Köszöntelek, szervusz! Szervusz! És a kedves nézőket is köszöntöm. Hatalmas téma, rengeteg mindennel olvastam a Wikipédián, ugye a életrajzod, elég sok minden le van írva. Én azt kérdezném meg, mi voltál előbb, rendőr vagy énekes zeneszerző? És beszélj egy kicsit az életedről. Kérlek. Zeneszerző voltam és zenész voltam, mert ugye általános iskolában énekkaros voltam, villamosipari technikumban suli zenekarunk volt, játszottuk a Deep Purple-t, Uriah Heep-et, Creedence-et, ilyeneket, és írtam már akkor is dalokat. Aztán a hadseregben, mikor sorkatona voltam, ott is zenéltem, akkor a egyetemen, ugye, amikor villamosmérnök lettem, ott is zenéltem, és aztán, amikor bekerültem a rendőrségre, ott is végzenéltem az egészet. Az első főkapitányaim egyike a Túrós András volt még annak idején, és akkor a kultúrcsoportban ő napkor nekem kellett gitározni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy bármi voltam bármikor, a zene az egyetlen, ami mindig állandó volt. Egy picit mesélj, azért itt vagyunk egy ilyen bűnmegelőzési rendőrségi műsorban, egy picit hogy hogyan lettél rendőr és mivel foglalkoztál? Főkapitány voltál, ezt említettem. Nem készültem rendőrnek, igazából én a szakmámban, a villamosiparban helyezkedtem el, a gyárban, aztán vertük a falakat, húztuk a kábeleket, aztán később ugye tervezőintézetében a gyárnak a villamososztályon önálló tervező voltam, és gyakorlatilag úgy kerültem be a rendőrségre, hogy megkerestek annak idején a rendőrségtől, hogy fiatal, csinos, szép és szerény ember, mint én, idegen nyelveket is beszél, mert jó
beszéltem már németül, nincs kedve a rendőrségnél dolgozni, mondom, de hát hol, meg hogy? Leszereltem a hadseregtől, de ahogy akarok én egyenruhás lenni, bár egyenruhás családban nőttem föl egyébként, apukám katona volt. És akkor mondták, hogy hát a gazdaságvédelmi részlegnél kéne a gazdasági felderítésnél, hiszen mérnöki diplomámban beszélek nyelvet, és engem úgy jobban elfogadnának. És akkor utána úgy belesodródtam ebbe a dologba, valóban így van, érdekelt, és végigtanultam az életemet gyakorlatilag onnan, amit sose bánok, rengeteg iskolát el kellett végeznem. A műsort egy dalbejátszással kezdtük, a Hazavárnak című dal volt, aminek van egy ilyen, hát felismerhető, egy ilyen bűnmegelőző jellege. Mesélj erről kell. Igen, annyi hozzátartozik, a Csongrádi Kata édesanyja, a Csongrádi Mária, aki Jászai Mari díjas rendező, ő rendezte azt, ez egy ilyen baleset megelőzési dolog igazából, bár mindig a balesetnek a drogokhoz is köze van, és hát ugye én 141 dalat írtam, és mindig úgy van, hogy a dalaim valamelyik valahova mindig jó vagy, önkormányzatban vagy, de tehát nem csak szerelmes dalok születnek, és ez a dal, ez a Hazavárnak, ez ilyen teri találatnak tűnt a baleset megelőzésbe, és erről csináltak egy filmet a Máriáék annak idején. És gyakorlatilag ezt ebből láthattak egy részt a kedves nézők, hogy óvni egymás gyermekét, óvni egymás szerelmét. Egy mert hát azért akár a rendőrségi pályán, meg ugye a bűnmegelőzési területen is dolgoztál, tehát azért gondolom ez megmaradt. Azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a rendőrségnek, zenei szempontból is, bármilyen furcsán hangzik, hiszen még amikor a Zambó Jimmy-vel dolgoztam, mindig kérdezte tőlem, hogy hogy jut neked eszedbe ilyen, hogy falu vagy város, aszfaltos város, tehetjük másának lesz. Hát mondom, figyelj, de te általában a csajokról tudsz énekelni, én viszont a Magyar Közigazgatási Kamara elnökségi tagja vagyok, tudod, de a rendőrségnél egy csomó dolgot látok, hogy dönteni kell, hogy ahogy hogyan kilódnak a vezetők, és ezeket ugye meg tudtam írni dalban, hiteles szövegekben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg témát adott nekem a rendőri munka. Hát mert egy elég szerteágazó, és ugye említettük, hogy azért főkapitányként is azért rá kellett ott látni elég sok emberre. Persze, előtte meg kapitány voltam Budafokon a taxisblokkád, meg a rendszerváltás alatt nálam alakult meg a képviselőtestület az én irodámban, mert ott olyan cirkusz volt akkor, hogy be. Az akkori polgármestere, ma is jobban vagyok. Tehát a témaválasztásokat egyébként mi befolyásolja azzal együtt, hogy élményeik nyilván felhasználod? Semmi. De én sem tudom, hogy hogyan van ez. Amikor Esnagy István élt és meghalt, a Máté Péter mondta nekem, hogy dolgozzunk együtt. Mondtam, én nem tudok, mert ha nekem jön valami és olyan érzés, és hogyha azt kírom magamból és más is azt érzi, akkor jó, és ezt csak egybe tudom így csinálni. Tehát fogalmam nincs, hogy például a búcsúdalt, amit a legtöbbet játszanak a temetőkbe, hogy miért írtam. Élmények voltak, temetésen voltam, még sajnos hősi halottainknál is voltam temetésen, tehát láttam a dolgokat, sok esetben nem is a saját dolgaimat, hanem mások fájdalmát is meg tudom írni. Veszélyes velem beszélgetni, mert lehet, hogy dal lesz belőle. Hogyan történnek ezek a dalszerzemények, hogy éppen csak gondolsz egyet valahol autózás közben, vagy biztos nem így, de hogy van valami norma, hogy minden héten vagy hónapban írnom kell? Nem, nincs, semmilyen norma nincs. Én adom ki a CD-met, senkitől nem függök, minden klip az én tulajdonom. Senki nem állhat így, hogy mi van. Mindig azt szoktam mondani, hogy inkább egy lassú igen, mint egy gyors nem. Tehát legyünk minőségiek, senki nem. 3 évente adok egy CD-t, amikor úgy összefoglalom, hogy a 3 év alatt mit csináltam körülbelül, de ez se kötelező. Tehát magyarul ezek így készülnek, hogy készülnek a dalok. Egy rendőrségi példát hagy mondjak rá. A Jimmy-kel dolgoztam a stúdióban egy brutális nagy lírán, és jött az ügyeletes kocsi, mert mindig szóltam, hogy hol vagyok, hát nyilván a rendőri munka volt az első, és mondták, hogy gyálon lövöldözés van, és a föntről, a emeletről lőnek le egy puskával a járókelőkre, és hát miután én vagyok a főkapitány, gyál hozzám tartozik, kéne dönteni, már kim van a különleges szolgálat, mindenki kim van, lezárták a területet, stb. Kimentem, és döntést kellett hozni, és ugye mindig ez a legnehezebb, hogy valaki elvigye a balhét, és ugye egy ilyen alakzati munkánál a döntéshozó a felelős. Tehát nekem kellett felelősséget vállalni, hogy mi történik, és mindenkit meghallgattam, mindenki elmondta amit, és mondtam, hogy lőjétek le. És most nem is akarom meg a végkifejletét mondani, hanem utána visszamentünk a stúdióba, és akkor mondtam, hogy hol tartottunk, fáj a szívem, fáj, és akkor a Dönteni Muszáj című dal akkor született meg bennem, hogy tényleg minden vezetőnek, aki akármilyen beosztásról volt, akár itt a tévétulajdonos is, döntéseket kell hoznia, és a döntések néha fájnak. De ez nagyon érdekes téma, mert tényleg hatalmas tapasztalat, hogy is illeszkedik össze a kettő, és valahol még, ha akarom, ki is egészíti, mert a katonai rendőri az egy feszes feladatvégrehajtás, ez az előadó művészet, a dalszerzés pedig egy abszolút kreatív műfaj. De akkor nálad ez működhetett ilyen? Persze, dolog, hát hogy? Mindenképpen, sőt, hát a bűnügyi vagy a felderítő munkába is az empátia egy rendkívül fontos dolog, és a zenében szintén nagyon fontos az empátia, és egyébként még a villamosmérnökségem is nagyon összefért a zenével. Nincs, tehát ezek jól kiegészítik egymást. Számomra mindig gyanús az az ember, aki totális.
Tehát egy tábornok nem menjen udvarolni tábornokként. Azt maradjon ember, egy rendes, egyszerű ember, gitározom, nem tudom, mit csináljon, gyújtson gyertyát. Tehát kell, hogy legyen az embernek normális másik dolga is. Én nagyon jól tudtam a kettőt együtt csinálni, mert sokszor segítettek, és például, amikor a munkámban kell este a baleset megőrzésbe, látod, akkor a hazavárnak visszahatott oda. Tehát ez így együtt játszott. Esetleg lehetséges akkor, hogy emiatt akár az ezredesek vagy tábornokok között kicsit ilyen kilógtál a sorból? Tehát azért gondolom azért... Nagyon, nem kicsit, nagyon. Hát eleve ugye nem olyan voltam, mint a többiek, hogy esetleg aki régi rendőr volt, hogy a csizmát húzott 18 évesen és rendőr volt, hanem én egy tudományos fokozattal, hadtudományi doktor vagyok, egyetemi doktor vagyok a tetejébe, egy ilyen újító szellemű, mérnöki gondolkodású ember voltam, aki nem szerettem hosszú jelentéseket. A vizsgálati osztályvezetőmmel fogadtam ezt egy láda pesgőbe, hogy leírom fél oldalba, amit ő neki háromba sikerült, de ő jogász volt. Tehát, és akkor leírtam, és vesztett. Azt mondta, tényleg benne van minden. Tehát mert én logikai áramköröket tanultam, és tehát egy másik pályáról jöttem, ez igaz, de szerintem nem tett rosszat. Nem tett rosszat. Sőt, kifejezetten. Igen, mert próbáltunk logikusan haladni, és hála Istennek egy csomó olyan emberrel tudtam magamat körülvenni rendszerbe gondolkodva, akik nálam is sokkal jobbak voltak. Mindig mondtam, hogy magas emberek vállán tudok magas ember lenni magam is. Tehát olyanokkal vettem magamat körül, akik nagyon-nagyon jók, és azóta is többen a kezem alatt, akik dolgoztak ma a tábornokok. Hát azért, amennyire én is ismerem, meg gondolhatjuk, azért főleg egy ilyen magas beosztású rendőrnek, katonának azért elég sok idejét, és főleg mondjuk a döntés felelőssége, ami nyomhatja mondjuk a vállát, de nagyon sok időt elvisz. Tehát hogyan nem volt soha olyan, hogy azt mondtad, hogy most ezt vagy azt nem bírom? De soha nem volt ilyen. Tehát akár meddig volt például, hogyha koncert is volt, egy időben a Jimmynek a sztár vendége voltam a koncertjein, ők fönnmaradtak dorbizolni, hazamentem lefeküdni, és másnap reggel ott voltam, és eligazítás volt, és mindent csináltunk úgy, ahogy kell. Tehát én ezt nagyon komolyan vettem, és nem is volt ezzel soha semmi gond. Tehát abban az időben legalábbis, amikor én főkapitány voltam a Pest megye, ez egy eléggé híres főkapitányság volt. Nem miattam, hanem miattunk. Tehát sok olyat megcsináltunk, amit addig senki. Újításokban is tudományos kutatóját csináltunk, amit nem engedtek, ráfogtuk, hogy tudományos kutatás, és akkor mentünk előre. Csak egy egyszerű példát, hogy mondjak, vagy nem is tudom, 30 éve, hogy mikor találtuk ki ezt, hogy a őrizeteseket ne kelljen szállítani, hanem videó izével legyen. A Svácon először mi csináltuk meg az informatikus barátommal, tehát meg a kollégákkal, odajött mindenki és csodálkozott. Ma ez napi gyakorlat, senkinek eszébe nem jut, hogy mi találtuk ki, és még mondhatnék 20 ilyet. Hogy pedig 30 éve azért nem volt annyira, gondolom, megengedő a vezetés. Egyáltalán nem volt, és ne értsék félre az emberek, nem azért mondom, mert most éppen miniszter a Pintér úr, de akkor ő mellénk állt. Kijött is, akkor országos főkapitány volt, kijött is, azt mondta, hogy na, nézzük mi ez. Hát ő is rendőr volt, hát tudja, hogy mennyi baj volt abból, hogy kísérni kellett, könnyebben megszöktek az őrizetesek, elvontuk a területről a rendőröket, ahelyett, hogy járőztek volna, kísérgettek, mert a bíróságra oda kellett vinni. Tehát nem volt egyszerű, most a pandémia még ebben segít is egy kicsit, de azt akarom csak mondani, hogy rengeteget újítottunk. Én egy ilyen műszaki beállítottságú mérnök emberként én láttam a logikátlanságokat, és mindig megkérdeztem, hogy de miért, és próbáltam feljutni az emberémet, és azt mondani nekik, hogy gondolkodjatok, hát a saját munkátok nekinlódjatok. Kis kapitányként is beálltam a igazgatás rendészeten a sorba, és útlevélér, és néztem, hogy mi történik. És fölmentem, és megkérdeztem az igrendvezetőt, hogy te hányszor álltam már be a sorba, látod, hogy mit történik? Hát annyi hülyeséget csinálnak, hogy nem igaz. Ez fölösleges, ez nem így kéne, ez nem úgy. Ez csak az kell, hogy oda mész, lemész a fogdára, beszélgetsz a járőrökkel, és már tudod, hogy mi van. Mikor főkapitány lettem, az első dolgom az volt éjszaka farmerba, tornacipőbe, beültem egy járőrkocsiba egyedül, és lementem nagykörösre éjszaka kettőkor. Nem akartak beengedni az épületbe, hogy én vagyok a főkapitány, nem is úgy nézek ki. Utána egész éjszaka járkáltunk, mindent megnéztünk, másnap kérdeztem a gazdaságigazgatót, hogy mikor volt utoljára a nagykörösön, mert beázik a tető. Hát ezt meg kéne csinálni. Szóval a hozzáállás kérdése. Volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy 90%-ban a személyiségem múlik az, hogy valaki egy beosztást jól be tud tölteni, mert a szakmát meg lehet hozzá tanulni. Ha nem olyan a személyiséged, ha nem olyan a hozzáállásod, akkor soha nem leszel jó vezető. Így van, ez nagyon fontos. De akkor, ha jól értem, azért a előadó művészet világában is pont emiatt egy különc is voltál, már mint a munkád, a szakmád. Ezt úgy mondanánk, hogy két frontos harcot kellett folytatnom, tehát nekem hátrányom volt ebből bizonyos értelemben, mert a előadó művészeti világban gyanakodva néztek rám, hogy mit keres itt egy rendőr közöttünk, most néző, hogy adtunk-e számlát, vagy nem adtunk, vagy tudod. Ez ugye a rendőri világban, meg a gonoszok, az irigyek, a gonoszok, azok meg azt mondták, hogy ott van a kábítószeresek között, meg azért egy főkapitány, micsoda dolog. Pedig ott is olyan
emberek vannak, mint így, sőt a rendőrök is a társadalomból jönnek, ha szoktam mondani. Tehát ez egy hülyeség, így ilyen előítettekkel rendelkezni, de minden esetre nem volt egyszerű elfogadtatni azt, hogy jók a dalok, hogy jók a koncertek, hogy rendben vagyunk ott, és a másik oldalon meg az, hogy igenis jól megy a munka is, és nagyszerű eredményeket ér el a csapat. Hát akkor te magad módján nagyon sokat tettél és teszel is a fegyveres szervek, rendőrség és a társadalom úgymond összekapcsolásában. Hát igen, ezt mondta is valaki nekem egyszer, hogy miért nincs az, hogy a koncerteken bemondják, hogy a tábornok, és miért csak a Pisti? Hát mondom, mert én úgy gondolom, hogy ennek semmi köze ahhoz. Itt nekem teljesen mindegy, hogy milyen kitüntetéseim vagy bármi volt. Itt nekem most kell teljesíteni, és ott kell előadni magamat, és holnap megint újonnan, és nem hivatkozhatok erre, nem mondhatom azt, hogy én az vagyok. Úgyhogy soha nem kevertem össze ilyen értelemben a kettőt, pedig azt mondták, amit te, hogy pedig ezt ki lehetne használni PR szempontjából, mert ilyen a világon nincs, hogy egy tábornoknak ilyen jó hangja van, és ilyen szép dalokat. Mondjuk szerintem a PR így is megteremtődik, mert ugyanúgy tudja mindenki. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy az a legjobb reklám, amiről nem tudod, hogy reklám. Tehát hogyha most téged mondom, ha kitettek volna téged oda, hogy na itt, akkor lehet, hogy az nem működött volna annyira, mint így, hogy valahogy úgy is szóba kerül, hogy ellenszélbe kellett csinálni. Nem, hát hogy valahogy mégiscsak rendőr voltál. Ugye a fegyveres rendvédelmi szervekben úgymond a ranglétre, a fölfelé való az viszonylag stabil. Az előadó művészetben nálad, az éneklés, dalszerzésnél látsz-e, vagy van-e, és hogy néz ki ez a, ha van egy ilyen képzeletbeli, hogy eljutni valahonnan, valahová? Én úgy érzem, a nagy kihívás az soha nem az, hogy valaki tehetséges, hanem az, hogy tudja ezt megmutatni. És ebben nagyon nagy szerepe van a médiának, akár a hatos csatornának is, ugye, hogy ki szerepel, vagy ki nem. Kit játszanak a rádióba, vagy kit nem játszanak a rádióba. Ott ez a nagy kihívás. Ott ez a nagy kihívás, vagy az, hogy hány koncerted van, hányszor mersz fellépni. Tehát ott igazából a verseny, az ebben mutatkozik meg. A rendőrségnél ugye azt mondtuk, hogy statisztika, felderítési mutató, nagyon utáltuk, de ez volt. És amikor kikerültem a médiába, akkor meg azt láttam, hogy a nézettségi mutató van, meg a egyebek vannak, hogy már megint ott vagyunk, ahol. Tehát valahol vannak általános tapasztalatok, amik mindenhol ugyanazok. Gyilkos verseny van a médiában és a piacon, és gyilkos verseny van az előadóművészetben is, hogy kilép föl, kit játszanak, kit nem játszanak. Nem egyszerű. És ha a te belső fejlődésed szempontjából mondom? Erre egyetlen egy dolgot tudok mondani, ezt hallottam mástól velem kapcsolatosan, egyszer Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagyszínpadán a háttérbe beszélgettünk, és odajött egy híres nótaénekes, és azt mondta nekem, te Pisti, én téged régóta figyelek, és tudod, mi az érdekes? Az, hogy mindig egy picivel több vagy. Úgy én erre nem gondoltam, én nem tudtam, hogy így van, de szóval mindig egy kicsivel több vagy, mindig még szebb dalaid vannak, még ízlésebb. Hát ha így, nem tudom, ha ő így gondolja, akkor így van, én nem tudom. Hát ugye gondolom, ez olyan, hogy mi magunkon nem látjuk, vagy a gyerekeinkkel, hogy nőnek, de ha más valaki csak időnként látja, vagy... Hát igen, meg ugye leülök, én nem azért ülök rá, mert rendelés van, rendelésen nem tudok dolgozni, hanem csinálok valamit, és akkor utána, mit tudom, a feleségem is összecsapja a kezét, hogy ez most hogy, ez most miért? Hát mondom, hát honnan tudjam? Jött? Nem tudom. Nem tudom megmagyarázni. Te magadon ezt, amit említett az ismerősöd, vagy az az illető, aki ezt említette, te ezt hogyan érzed, vagy érzed-e? Ha visszatekintesz, vagy nem tudom, szoktad-e visszahallgatni például akár a 20-30 évvel ezelőtti dalokat, vagy hogyan működik ez a előadó művészet világában? Ez a bajom. Meghalt már a Doliról-nak a gitárosa, a Kékez Zoli, az mondta nekem egyszer, ezt milyen tévéfelvételeken találkozgattunk, azt mondta nekem, hogy te figyelj, de Pisti, nem jól csinálod. Mondom, miért? Azt mondja, azért öregem, mert akármikor találkozom veled, vagy találkozunk veled, mindig hozol egy új dalt, és marha szép. Azt mondja, nem kérem már végre egyszer, hogy ne azt mondja, hogy a Komárom Pistinek jó hangja van, vagy szép dalai vannak, hanem hogy a Komárom Pisti a ne hátra néz, vagy a valamit, vagy az ami a miénk. Hát, mert mindig alkotok, mindig újat csinálok, és elhanyagoltam a régit. És ekkor az Oli felhívta rá a figyelmemet, hogy ez nem jó így. Tehát tessék előszedni a régi dalaidat is, mert marra jó. Úgy, mint amikor Dolliról-ra gondolok, és eszünkbe jut egy dal konkrétan, vagy igen, több. Igen. Tehát én műveket is alkotok, ugye tényleg különböző Algéria operaház, meg mit tudom, tehát ilyen dolgaim is vannak, és ugye mindig azzal foglalkozom, amit meg kell csinálni, ami új. És közben ez nem így van, hanem behozzá kell nyúlni a régekhez, ezért a koncerteken most már tudatosan ezt csinálom, hogy szelet van, metszet van, innen is, onnan is, amonnan is, és megdöbbenve tapasztalom, hogy megy, mert azok éneklik. Én meg már rég nem is használtam.
és amikor visszahallgatsz egy ilyen régebbit, akkor eszedbe jut, hogy fú, esetleg nem így kellett volna, nem ezzel a zene, zenével, vagy ezzel már nem gondolkozik az ember. De gondolkodik, ezt nem lehet befejezni, csak abba adni az alkotást. Tehát mindig ki tudnék találni valamit, és előfordul olyan ez a idekött minden, amivel a városokat avattak Magyarországon, hogy utólag belegitároztunk. Mondom, fú, itt kellett volna még egy ilyen bele, hú, még abba egy kicsit. Tehát egyszer le kell zárni, nincs mese, aztán legfeljebb az ember utána még alakítgatja, meg csinálgatja. Az alkotás az ilyen, az alkotás az végtelen, az halálig tart, az soha nem lehet befejezni, csak abba hagyni, én így fogok meghalni. Amikor korábban kérdeztem, arra gondoltam, hogy például, mit tudom, vezetsz, beugrik valami, látsz valamit, tehát hogy jönnek a dalok, vagy egy dallam eszedbe jut, meg kell állnod, hogy mondjuk fölvedd a ritmust, vagy otthon még emlékszel rá. Na jó, akkor most elmondok neked egy ilyen nagyon rövid dolgot. Egy hölgy egy ilyen társaságban elkezdte elmondani, hogy milyen érzése volt, amikor fölment először a fiú lakására. Én ott ültem és hallgattam. Aztán eltelt 3 hónap, és a zongorán valahogy ez előjött, és megírtam, hogy ki érkezik az ajtónál, megáll, erőgyűjt, igazít haján, nagyon várta ezt a percet rég, de időt kérem még ezt a vacilát, hogy akarom is, meg nem is. Mert ezt mondta el. És amikor meghallották dalba, azt mondták, hogy azt a 4 sorba megírtad, amiről egész este beszélgettünk. Hogy csináltad? Fogalmam nincs. Ugye, hogy a 3 oldalból fél oldal. Igen, pontosan. Tehát tudod, azért az egyetemen, aki puskázott sokat, az megtanulja előbb-utóbb rövidíteni a dolgokat. Tehát a lényeget megfogni röviden, és azt a lelki állapotot visszaadni. És ott vissza is mondta Csa is, hogy tényleg így volt, hogy úgy be is akartam menni, meg úgy egy kis időn még nem lehetne. Tehát, hogy erről szólt az egész történet. Még hogy mondhatnék más dalokat is így, üvegbe zárt napsugarakat. Szívesen meghallgatunk még egyet, hogy hogyan születnek tényleg így az ötletek, vagy a... Rengeteg élményből, ami aztán úgy bennem van, úgy kavarog, és sokszor fárasztó is, nem most neked itt megmagyarázni, de például otthon, hogy egy szerelmes dal születik, hogy na most ezt kiír. Vagy tudom én, ott az, ha nincs üzenet, úgy féltelek, merre jár kóbor szíved, ez az üzenet című dal. Mindenki mondta, biztos becsajozott, és azért írta. Igen, a család vagy valaki szokta találgatni, hogy ezt most miért, vagy miről nem írtad? Nem egyszerű, mert ugye ez megmagyarázni nem lehet, de például az üzenet az azért született, most akkor leleplezem, mert abban az időben már elindult ez az SMS-ezés, 1998-ban írtam, azt hiszem, elindult, és senki nem tudta, a Jimmynek már volt szemüvege, és együtt öltöztünk az öltözőbe, koncertet, és akkor úgy nyomkodta, és akkor mérges volt, mert valakivel akart beszélni, és nagyon rossz érzés volt az, hogy ő akar is, nem veszik föl a telefont, nem válaszolnak, hogy nincs üzenet, úgy féltelek, merre jár kóbor szíved, ugye? És gyakorlatilag ebből született ez a dal, és amikor meghallotta, azt mondta, hogy pont megírtad. Megírtad. Hát mondom, nem ez volt, tehát ez volt az igazság, megbolondultál. És hány ember van így, hogy van a telefonja, a számítógép, az e-maile, mindene, és mégis a elektronika mögött ott van az ember, és ott vannak az érzések, és ha nem válaszol, és ha... Tehát csak mi vagyunk emberek, ott használjuk, és ott érzések vannak. És ezt megint megírtam. Tehát ezek így születnek. Mi születik meg először, a zene vagy a szöveg? Egybe. Nálam nincs külön. Én nem tudok úgy, hogy zene vagy szöveg. Különleges esetekben, igen, például John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain című dalát megírtam magyarul, mert gyerekkoromban játszottam a suli zenekarba, sose hittem volna, hogy John Fogerty bevesz szerzőtársnak, bevett. Tehát most én igazából epadalból szerzőtársa lettem így. Ott előfordul, de ahhoz nagyon olyannak kell lenni, hogy úgy nagyon genetikusan bennem legyen a dolog, pici korom óta, vagy hogy mondjam, de egyébként együtt megy. Tehát itt állunk, nincs úgy hallgatunk, mit mondhatnánk, nincs szavunk. Ez attól koherens, hogy a zene meg a szöveg együtt van. És a témától is függ az, hogy mondjuk egy lassúbb dal születik, vagy egy ritmusosabb? Vagy ez hogyan? Vagy ez is érzés, ahogy érzed? Általában mindegyiket lassúbba csinálom meg. Felzongorázom, aztán fel is gitározom, megnézem, van, hogy elrakom, egy kicsit várok vele, és a második kör, a hangszerelés, meg a stúdió munka, meg a tempó, meg a ritmus, az már utána egy külön világ. Ott az egy nagyon nagy munka van, hogy 2-3 hónapig csináljuk, mert én nem egy dal, tehát én nem kapkodok vele. Úgyhogy volt olyan például Hajótörőt, azért nagyon szép szerelmes, de 1000 éve ismerlek, már úgy érzem, hogy láttalak majd, mintha rég fognám a kezed, ez is egy micsoda érzés. És szép lassú zongorán megírtam, és utána a nagy zenekarral megcsináltuk olyan vágtatósba, meg olyan ütemesbe, hogy iha, és olyan jó lett.
Hát azért a rendőrségi hosszú évek voltak ezek, és nem lehet kitörölni. Már nem vagy ugye aktív rendőr, de így a mostani hétköznapokban eszedbe jut-e néha, vagy éppen olvasol, vagy látsz egy olyan hírt, vagy bármi más, tehát előjön-e belőled, mondjuk, hogy gondolsz valamire, hogy ezt így úgy kéne, vagy már inkább most már csak az előadó művészet. Az az igazság, hogy akikkel én jóba voltam akkor is, azokkal most is nagyon jóba vagyok. Mindegy az, hogy most éppen közigazgatási államtitkár, mondjuk a Felkai Laci, vagy mit tudom, a rendőrtábornokok egyesülete, mert csináltunk egy ilyet, a Bodrácska Jani az elnök, ugye, és hát összejárunk és beszélgetünk, vagy ugye a volt kollégáim, akik mondjuk úgy, hogy a beosztottam volt, de jobban szeretem a kollégaszót, és jó néhányuk már tábornok lett, összejárunk évnapra, tehát beszélgetünk, inkább azt mondom, hogy ők sírnak a vállamon. Lehet, hogy ebből is akkor születik, vagy született gyere, egy dal. Gyere, sírja vállamon, tudod. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és viszont befejezzük egy olyan dallal, aminek az a címe, hogy Ne hátra néz, és ugye ez nemrég ez egy teljesen új dolog, és mintán előzetesen beszélgettünk a műsorról, mondtad, hogy ez ugye szilveszteri ügy, hát akkor ne hátra nézzünk, hanem előre. Bízunk benne, hogy ennél csak jobb lehet. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen Komáromi köszönöm. Istvánnak, kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, és most hallgassuk meg, nézzük meg ezt a dalt. Van az úgy, hogy szomorú bennünk a világ. Van az úgy, hogy szomjazik a legszebbik virág. De még él, és élni fog, éri napsugár a délután. Mindig jön a nyár. Ne hátra néz, nem arra néz, mindig csak előre. Ne hátra néz, nem arra néz, gondolj a jövőre, a jövőre. Van az úgy, hogy beborul, borús a világ. Van az úgy, hogy nem repül bennünk a madár. De még él, és élni fog, éri napsugár a délután. Mindig jön a nyár, ne hátra néz. Nem arra néz, mindig csak előre. Ne hátra néz, nem arra néz, gondolj a jövőre, a jövőre. Ne hátra néz, nem arra néz, mindig csak előre. Ne hátra néz, nem arra néz, gondolj a jövőre, a jövőre. Ne hátra néz. Ne hátra néz. Ne hátra néz. A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center.